Egy nap, amikor egy konferencián minden a nőkről szól. Megérkezett ugyanis Tolnára a Magyar Női Unió országos rocsója, a Nők Világnapja, a Vidéki Nők Napja keretében. Egy kicsit már haza is jöttek ide. A családok és a női ügyekben, ezzel összefüggésben, itt ugyanis nem kell úgymond a KH-tól elindulni, jól ismert sztereotípiákat elővezetni. Tolna ugyanis része a Család és Karrierpont országos hálózatának, egyedüli Tolna megyei településként, amiért többet kell tennie ez ügyben, mint úgy általában a többi hasonló nagyságrendű településen történik ebben a témában. Nem véletlenül szokott elhangozni, hogy család és munka alapú társadalmat építünk egy családbarát országban. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a két terület minél inkább ki tudjon teljesedni. Milyen úgymond sikerélménye volt itt a tolnai látogatás során? Nagy öröm volt látni ezt a Család és Karrierpontot, amely tényleg nagyon szépen felszerelt és láthatóan hatékonyan működik, és nagy öröm volt találkozni az itteni hölgyekkel, asszonyokkal. Családpolitikai aktualitások, női szerepvállalások, konfliktusok kezelése, a nők által indított vállalkozások is szóba kerültek az egésznapos előadás sorozatban. Majd a nap zárásaként levetítették, ami 2015-ben elkészült Anyám és más futóbolondok című magyar filmdrámát, ami egy hölgy sorsát, nagyon bonyolult szerepét bemutatva Erdélyből indul és Budapesten végződik. Drámai történetek vannak, ahol tulajdonképpen élet-halál kérdés van, és meghozza a nő a jó döntést, vagy vállalja a pozitív hős szerepét, tehát mártíromságot, vagy egyebet. Ez nagyon érdekes, hogy van benne, hogy drámának van írva, de nem csak dráma, hanem vannak benne kérdések is, és van olyan, hogy a nő teljesen másképpen dönt a családban, mint a férfi, de tiszteletben tartotta a nő a férfinak a döntését. Hát nem olyan szaladott a vörös hajával. Épp csak lelem lőtte. Ki volt a Jolán? Mit tudom én, valami parasztlány. Józsival mi lett? Végül elment Ausztráliába aranyat keresni. Soha többet nem hallottunk felőle. Nagyon rossz házasság lett az anyuéké. 3 gyerekkel. De attól nekünk még boldog gyerekkorunk volt. Az Anyám és más futóbolondok film, amelynek vetítését Vencer Endre végezte, aki egyébként nem csak ezért jött el Tolnára, hanem azért is, hogy az általa képviselt Kárpát-medencei vándormozi tárgyaljon a tolnai városvezetőkkel a jövőről, hogy Tolna esetleg csatlakozzon a vándormozi hálózathoz, első Tolna megyei településként. Optimistán állt fel a filmforgalmazó szakember, némi ízelítő, hogy mi is várhat a tolnamözsi filmbarátokra, ha a közeli napokban létrejön a szerződés. Látom, sok mindent kimentettettek az üzletből. A körút végén kezdték az államosítást. Hát volt egy éjszakánk, mielőtt hozzánk értek. Hát nagyon nehéz, fiam. Nagyon. Mindenütt ezek a szarnyú kommunisták. Megmondtam a fiamnak. Egy úriember tudjon finoman a háttérben maradni. Ez a dolog nem tarthat örökké. Jó. De hát mégiscsak oda tartoztál, nem? Én nem tartoztam sehova, fiam. Mondd meg nekem, ennyi hülyeség közt hova kellett volna tartozni ebben az országban? Én apádhoz tartoztam, apád meg én hozzám. És ez elég is volt nekünk. Terike, át tudnátok jönni most rögtön? Jövünk. Terike, ti vigyétek a képeket meg az ezüstöt. A szaronasztalt meg a szőnyegeket vállalta a szomszéd. Esetleg, ha még a smizettet Laci elvinni. Adja már a smizettjét. Nem cipelhet egy smizettjét. A filmek kapcsán ez egy jogi kérdés, hogy melyik országra kinek van vetítési joga, de ez Magyarországon nem megoldhatatlan a jövőben, úgyhogy igen, azt szeretném mondani, hogy remélhetőleg hónapokon belül Tolnán olyan filmeket is lehet majd látni, amit máshol nem, vagy amit mondjuk máshol, de a pláza mozikban, nagyvárosokban. Figyázza fel egy kicsit a tolnaiak, a Tolna megyei érdeklődését. Mik lesznek?
január végén lesz egy olyan most készülő, most forgott magyar film, aminek már a vágása folyamatban van, ami azt gondolom, hogy a tolnai hölgyeket is érdekelni fogja. Egy mennyasszonyról szól, aki elszökik a saját esküvőjéről. A címe pedig Most van most. Érdekes. Időzóna miatt is. Igen. Igen, reméljük egyébként, hogy közönség siker lesz. Ez egy magyar film, ez a Szajki Péternek az új filmje, a Tompos Kátya főszereplésével, és egy valóban generációs kérdéseket felvető filmalkotásról beszélünk, ami arról szól, hogy egy mennyasszony jól meggondolta-e, helyesen döntötte, biztos-e abban, hogy most jött el az ideje annak, hogy ő házasodjon. Praktikus tanácsokat ad az elhamarkodott házasságok úgymond megelőzésére? Talán ez is egyébként, de a film elsősorban szórakoztat, és a családok éve kapcsán egyébként elárulhatom, hogy az üzenete pozitív. Ha minden jól megy, ezt havi rendszerességgel újabb filmek követhetik.